Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem, a PPH egyik 9-es szintű vezetőjeként. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a PPH vezetői közül ma én lehetek a házigazda. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt mondjak néhány, nem kell. Nem mondjak már több mindent. Nem mondjak több mindent, majd a végén. Majd a végén. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezett piacvezető pozíciót. Úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, mesterünket, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Szedlacik! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Hát egy érdekes világban élünk, hogyha jobban megnézzük. Tehát eleve két részre bomlik az emberiség. Vannak a szociális emberek, és vannak az antiszociális emberek. Ugye a szociális emberek azok, akik képesek arra, hogy a jövőt építsék, az antiszociális emberek pedig az elnyomók, akik semmiféleképpen nem alkalmasak arra, hogy a jövőt építsék, sőt, ugye az antiszociális emberektől függ, akkor a jövő az tuti biztos, hogy pusztulás. Jó? Tehát abban jó, ha biztosak vagytok és tudjátok, hogyha az antiszociális emberek től függ a jövő, akkor tuti biztos a pusztulása az emberiségnek. Jó? Na most, az emberek 20%-a antiszociális indítatású, és annak a 20%-a veszélyes, a nagyon veszélyes. Tehát 4% gyakorlatilag az emberiségnek a 4%-a. Az veszélyesen antiszociális. Na most, hogyan
működik ez az egész. Tehát ne azt képzeljük, hogy a szociális emberek nem szoktak elnyomoskodni. Tehát a szociális, egy kis tanítást fogok ebben kapcsolatban most eszközölni. Módszert úgy se adok, de tanítást azt most fogok. Háromféle olyan ember van, aki elnyomás hatására cselekszik. Az egyik, az egyes típusú elnyomott, aki közvetlen annak hatására elkezd elnyomottként cselekedni. Mit jelent az elnyomott cselekedés? Tehát mikor elnyomottként cselekszik valaki, azt jelenti, hogy úgy működik, mintha ő elnyomó lenne. Jó? Tehát a szociális emberek és az antiszociális emberek között az az óriási különbség, hogy a szociális emberek akkor elnyomoskodnak, ha elnyomást kapnak, az antiszociális embereknek nem kell kapniuk elnyomást, hanem úgy van egy ilyen kényszerképzetük, az, hogy az emberek ellenük vannak. És ha az emberek boldogulnak, akkor az nekik rossz. Ezért mindent elkövetnek annak érdekében az antiszociális emberek, hogy az emberek ne boldoguljanak. Tehát, hogy a szociális emberek ne boldoguljanak. Na most, az emberek ilyenné váltak. Tehát, vannak, ugye, kétféle antiszociális, van a szociopata, meg a pszichopata. A szociopata az gyerekkorban lett elnyomó, annak hatására, hogy túlságosan sokat elnyomták. Valószínűleg a szülők. Van a pszichopata, aki azért elnyomó, mert másként alakulnak a génjei. Ami azt jelenti, hogy a pszichopatákban születésüknél fogva génhiba véget, tehát génhibások, nincsenek olyanok, hogy együttérzés, nincsen olyan, hogy sajnálat, nincsen olyan, hogy empátia. Jó, tehát nincsenek a többi ember felé ilyenfajta érzéseik. Na most az, hogy mi a génhiba, el tudnám magyarázni. Ugyanis az emberiség egy kb. 4%-a ilyen génhibás. Oké? Tehát 4%-a. Tehát ők azok, akik ilyen semmi jót nem várhatnak tőlük a szociális emberek. Tehát ugye az egész emberiségből a 16% az gyerekkorban lett elnyomó. Na most, az embereknek, tehát ahol az emberek nem boldogok, tehát a szociális emberekről van szó, ahol az emberek nem boldogok, ott biztos lehet valaki abban, hogy bőszen tevékenykednek az ő életterükben az elnyomók. Vagy tevékenykedtek. Ugye elmondtam, hogy három típusa van az elnyomottságnak, tehát ha valaki elnyomott. Van az egyes típusú elnyomott, akinek jelen kell lenni az elnyomójának. Tehát a háttérben ott van az elnyomó. Van a kettes típusú elvé, akinek nem kell jelen lenni az elnyomójának, ugyanis akkor is képes arra, hogy elnyomottként működjön, ha valami emlékezteti, vagy valaki emlékezteti arra,
bizonyos helyzetben szól ez az emlékeztetés. Tehát mikor a körülmények között hasonlóság van, az a körülmény lehet mondjuk egy helyszín, vagy egy ember kinézete, vagy egy mondat akár. És amikor ő elnyomást kapott, és azt a jelenben összehasonlítja az elméje, akkor az illető ugyanúgy működik elnyomottként, mintha egy jelenben lenne egy elnyomója. Egyébként az emberek nagy része, a szociális emberek nagy része az egyes és kettes típusú elbéséget mutatja. Az elbé azt jelenti, hogy lehetséges bajforrás, ami azt jelenti, hogy elnyomott. Jó, azért lehetséges bajforrás, mert olyankor, mikor egy elnyomásban van egy szociális ember, akkor ő saját maga is úgy működik, mintha elnyomó lenne. És akkor hogy lehet megkülönböztetni azt, hogy valaki elnyomó vagy elnyomott? Mert mind a kettő elnyom. Tehát egy elnyomott, mikor el van nyomva, akkor úgy működik, mintha ő antiszociális lenne. És hát az antiszociális az meg eleve antiszociális. Hát hogyan lehet megkülönböztetni a kettőt? Hát ehhez van egy tanfolyamunk. Ami nincs most, de visszamenőleg hozzá lehet férni, ha valaki szeretne hozzáférni természetesen. Ez egy hány hónapos volt? Egy vagy kettő? Két hónapos képzésünk volt legutoljára, igen. És ez azt jelenti, hogy az illető kap a jegyzetében egy olyan részt is, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a szociális emberek és az antiszociális emberek. És az ember valaki ezt tanulta, akkor ugye felismerheti, de nem ez a lényeg, hogy felismerje az ember, hanem az a lényeg, hogy az antiszociális embert egy szociális ember tudja kezelni. Kezelni. Tehát, hogy ne, tehát a kezelés azt jelenti, hogy ne tudjon hatni rá az antiszociális ember. Jó, és van a harmadik típusú elnyomott is. A harmadik típusú elnyomott az, aki annyi elnyomást kapott gyerekkorában, hogy beképzeli az elnyomóit. De elsősorban akkor kapta az elnyomást, tehát az is egy elnyomás. Tehát jó, ha tudjuk, hogy minden gyerek úgy születik, hogy még nyitva van a harmadik szeme. A harmadik szem az azt a célt szolgálja, hogy az egyén az öt érzékszervén túl érzékelje. Ha működik teljes egészében a harmadik szeme egy embernek, akkor még az öt érzékszervén kívül hét további érzékszervvel működik az illetőnek. Tehát egy, a legtöbb kisgyerek akár 12 érzékszervi működést tud produkálni. Ami természetesen, ahogy növekszik a gyerek, ezek az egyéb érzékszervek bezárodnak. Ugye tudjuk, hogy mi az öt érzékszerv, hát a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Jó? De ezen túl még van 7 érzékszerv. És a kisgyerek, tehát úgy alakul ki a harmadik típusú elnyomottság, hogy a kisgyerek érzékel, és a szülő pedig azt mondja neki kicsikén, hogy olyan nincs. Te azt nem látod. Te azt nem érzékelheted. Ezt felejtsd el, ilyenek nincsenek. Jó, és ha ezt, tehát ha minél jobb képességgel született egy gyerek, tehát a képesség azt jelenti, hogy minél több érzékszerve működik, oké, a 12-ből, annál inkább, ha a szülő ugye tudatlan, és nem tudja, hogy a gyerekek
azok rendelkeznek további érzékszervekkel, akkor igen nagy bajt csinálhat a gyerekkel, mert felnőttként az a gyerek harmadik típusú elmének valószínűségét fogja mutatni, mert ugye nagy valószínűséggel harmadik típusú elmévé, azaz elnyomottá fog válni felnőttként. De már nem csak felnőttként, hanem onnantól működik ez a harmadik típusú elnyomottság, amikor a képességei, tehát az öt képességén érzékelésen felüli képességei már megszűntek. Tehát megszűntek. Tehát az azt jelenti, hogy már gyerekkorban is valószínű fogja ezt. Tehát csak hogy tiszta és világos legyen ez a harmadik típusú elnyomottság, azt jelenti, hogy az egyén azt gondolja, hogy mit tudom én, megfigyelik őt, azt gondolja, hogy követik őt, ha mit tudom én, nem talál valamit, akkor azt elvitték, azt ellopták. Tehát ilyen, erre szokták mondani, hogy üldözési mánia. Tehát akire azt mondják, hogy üldözési mániája van, az harmadik típusú elnyomott. Jó? De ők a ritkák. Tehát a legtöbb ember az egyes típusú, tehát a szociális emberek között. A legtöbb az egyes típusú elnyomott. Kevesebben, de még mindig sokan. Kettes típusú elnyomottak is. Tehát is. Oké? Tehát is. És sokkal kevesebben hármas típusú elnyomottak. Na most, ezt azért mondtam el, hogy tiszta és világos legyen, hogy még egyszer mondom, ott, ahol az emberek nem boldogulnak, ott biztos lehetsz abban, hogy az elnyomók bőszen tevékenykednek. Na most, így mégis egy kis módszert adok, onnan tudja meg az ember, hogy valaki szociális vagy antiszociális, ugyanis az antiszociálisnak a tevékenységeiben, az emberekkel kapcsolatos tevékenységében, a többségében elnyomottként viselkedik. A szociális ember az emberekkel kapcsolatos tevékenységei többségében szociális emberként viselkedik, és nem elnyomóként. Jó? Tehát innen tudjuk meg, de ennek vannak pontos ismérvei, azt nem fogom elmondani. Pontos ismérvei, hogy miben lehet megtalálni a különbséget. Jó? Tehát még egyszer megismétlem, tehát egy szociális ember az emberekkel kapcsolatos tevékenységeiben a többségeben szociálisan működik. Az elnyomó, az pedig az emberekkel kapcsolatos tevékenységeiben és annak a többségeiben elnyomóként működik. Jó? Tehát ezt azért mondom, hogy tiszta és világos legyen. Hogy mit várhattok el az elnyomóktól. Tehát igazából akármilyen hihetetlen, nem a politikusokkal van a baj, hanem a környezetedben lévő elnyomókkal, akik körülvesznek benneteket. Hiszen, ha megnézed, 10 emberből a környezetedben 2 antiszociális, tehát elnyomó. Érted? 10 emberből 2. És ugye van egy szerencsés helyzet, ugyanis az elnyomók nem tudnak létezni pozitív emberi környezetben. Ezért a pozitív emberi környezeteket kerülik. Tehát az olyan közösségeket, ahol az emberek pozitívak. Ők kerülik. Tehát ahol az embereket fejlesztik, az embereket tanítják, az elnyomók kerülik az ilyen helyeket. Sőt, az ilyen helyek ellen
legalább szóban fellépnek. Hát legalább szóban. Tehát nem hagyják szó nélkül, hogy ne lépjenek fel a pozitív szervezetekkel szemben. Jó, tehát, de van egy jó hír, hogy be se teszik a lábukat. De tücsköd, bogarat mondanak róla. Jó? Otthon a saját környezetedben meg tudod különböztetni. Ha te fejlődni akarsz, és foggal körömmel harcol az ellen, hogy te fejlődj, tuti, hogy elnyomom. Jó? Tuti, hogy elnyomom. Ha a környezetedben egy személy foggal körömmel harcol egy olyan szervezettel szemben, tücsköd, bogarat mond egy olyan szervezetről, amelyik az emberek fejlesztésével foglalkozik, azt jó, ha tudod, hogy elnyomol. Jó? Tehát ebből a két ismérből már megtudod, tehát ebből a két tulajdonságból már megtudod állapítani, hogy valaki antiszociális vagy szociális. Ugyanis a szociális emberek, azok támogatják az emberek fejlődését. A szociális emberek nem rohannak ki, tehát ez a kirohanás az azt jelenti, ugye, hogy nem kezdenek el mindenféle tücsköd bogarat mondani olyan szervezetekről, amelyek az embereket támogatják, illetve fejlődését segíti, elősegíti. Jó? Tehát a szociális emberek azok nem rohannak ki az ilyen szervezetekkel szemben. Jó? Csak az antiszociális személy. Na most ez azért jó, ha tudjuk, hogy az ember tisztálásson az emberekkel kapcsolatban. Jó? Tehát az emberiség 20%-a az bizony antiszociális, és az emberiség 4%-a az nagyon-nagyon antiszociális, sőt azt lehet mondani, hogy pszichopata. Jó? Na most, de érdemes utána nézned a Wikipédián ennek a két szónak, hogy nem csak a szónak, a két fogalomnak, ez nem csak szó, hogy mit jelent az, hogy szociopata, vagy mit jelent az, hogy pszichopata. Jó, ez egy blogban megtalálod a Wikipédián, és utána tudsz nézni. Jó? Szóval, nem csak ezzel van gond, hanem azzal is gond van az olyan emberekkel, akik szociális emberek, de elnyomó van a környezetükben, és ezt nem fedezik föl. Oké? És tehát az elnyomókat nehéz felfedezni, mert egyébként tök normális embereknek tűnnek, még a szociop, tehát a pszichopaták is. Tehát tök normálisnak tűnnek. Oké? Tehát nem lógnak ki a sorból. Oké? Tehát úgy néznek ki, mint a többiek. Sok esetben ugye úgy olyan szinten körül tudják venni a szociális embereket az antiszociálisak, hogy barátjukká szegődnek. De Isten mentse meg a szociális embert akkor, amikor a pszichopata barátja elkezd rá haragudni valamilyen oknál fogva. Jó? Tehát, ugye akit körülvesz, tehát elég, ha egy, tehát a közvetlen baráti körödben vagy családban van egy elnyomó, és avval te kontaktban vagy, tehát kommunikációban vagy, akkor bőven elég az, hogy te is elkezdj úgy működni, mintha elnyomó lennél. És ha tőle hallasz olyan dolgokat, ami számodra igaznak tűnhet, akkor képes vagy az elnyomótól az ő vélt igazságát általad is hangoztatni. Tehát az ő igazságát, az nem a te igazságod, az övé.
Ami azt jelenti, hogy egy szociális ember is képes arra, hogy egy antiszociális kapcsolatban, emberi kapcsolatban teljesen úgy működjön, mintha ő antiszociális lenne. Még ilyen téren is, hogy mit tudom én, ha valaki fejlődik, akkor kinevesse, vagy ha valaki, mit tudom én, mondjuk képzésekre jár, akkor kinevesse, vagy megpróbálja lebeszélni, stb. Stb. Na most ezzel egy nagy probléma van a szociális emberekkel, azért nem sorolom ide az antiszociális embereket, mert taníthatatlanak. Tehát milyen téren taníthatatlanok? Nem egy szakma terén, hiszen szakmát tanultam. Nem ezzel van gond. Sőt, lehet, hogy tök jó tanuló volt az iskolában. Sőt, tök könnyen tanul dolgokat. Hanem azon a téren, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik az ember, milyen tulajdonságokkal rendelkezünk. Hogyan kellene megváltoztatni a rossz tulajdonságokat? Milyen módszerek kellenek ahhoz, hogy az ember élete jobbá váljon? Stb. Stb. Érted? Tehát ezeken a területeken taníthatatlanok. Tehát taníthatatlanok. Oké? Más területeken, mondom, semmiben nem lógnak ki a többi közül. Sőt, sok antiszociális ember kifejezetten intelligens. És nagyon jó eszű. De mondom, nincsenek emberi érzései. Érted? Az pszichopatáknak, a legrosszabb verziójuknak, az antiszociálisoknak. Nincs emberi érzésük. Tehát nincs bennük könyörület például. Tehát megnézed, kiválóan alkalmasak a pszichopaták arra, hogy gyilkoljanak. Kiválóan alkalmas. Ezért a filmekben a gyilkosokat mindig pszichopatáknak mutatják be. És nevezik is. Mert nincs bennük emberi érzés. Tehát ha megtanítják nekik, hogy gyilkoljanak, akkor gyilkolnak. Szóval, az emberek többsége szociális. De a szociális emberként hagyod, hogy az antiszociálisok befolyásoljanak téged, már pedig fognak, akkor te az életben nem leszel boldog. Tehát mondom még egyszer, ahol az élet sanyarú, ahol az emberek nem boldogok, az emberek rosszul érzik magukat a bőrükben, ott a környezetükben, ott működnek az antiszociális emberek, csak nem ismerik fel őket. Jó? Tehát az emberek 80%-a, és annak egy kis része az, amely képes kezelni az antiszociális embereket, de az emberek 80%-ából, mit tudom én mondjuk, tegyük fel a 75%, tehát nem a 80%-ból, hanem az emberiség kb. 75%-a, az nem tudja kezelni az antiszociális embereket. És ez azt jelenti, hogy az emberiség nagy része az nem boldog. Nem boldog. És ugye nagy baj, amikor vezető pozícióba antiszociális emberek kerülnek. Tehát teljesen mindegy, hogy csoportvezető, vagy osztályvezető, vagy igazgató valahol, vagy tulajdonos valahol, vagy ő éppen egy államnak az elnöke, teljesen mindegy. Ebből a szempontból teljesen mindegy. Az a baj, mikor ilyen pozíciókat töltenek be, és az a baj, hogy mai világban egyre több vezető pozícióban antiszociális emberek vannak. Tehát, ami azt jelenti, hogy szépen veszik át a szociális emberektől a hatalmat. Mondok példát, jó?
Ez a saját példám. Ugye én világéletemben, tehát belőlem nem tudták kinevelni azt, hogy én vezessek. A férfiak vezetőnek születtek, a legtöbb férfiből kinevelték gyerekkorba, hogy vezető legyen. Belőlem nem nevelték ki, vagy nem tudták kinevelni, és gyerekkoromban is vezetőként működtem már óvodáskoromtól, tisztán emlékszem a gyerekkoromra. Tehát óvodáskoromtól vezetőként működtem. Tehát ami azt jelenti, hogy mindig volt saját csapatom. Oké? És például felső tagozatba, általános iskolába felkértek, hogy legyek milyen vezető? Őrsvezető, igen, köszönöm szépen. Legyek őrsvezető. Az azt jelenti, hogy egy őrs lett volna az egész osztályba, és annak legyek az őrsvezetője. És mondtam, köszönöm szépen, nem leszek, mert én a hülyéknek nem leszek az őrsvezető. Nem csak hülyék voltak az osztályban. Oké? De voltak hülyék is. Mit értek azok hülyék, azon, hogy hülyék? Hát az azt jelenti, hogy kötekedők. Érted? Kötekedő fiúk. Nem a lányok voltak kötekedők, a fiúk. És én kötekedőknek nem akarok az őrsvezetője lenni. És manapság egy olyan világot élünk, pont ez a példa, hogy a szociális emberek nem akarnak hülyéknek a vezetőik lenni. Érted? És ezért megválasztanak antiszociális embereket vezetői pozíciókba. Érted? És ez körülbelül hatványozódik. Tehát az elmúlt pár évtizedben meghatványozódott a vezetői pozíciót betöltő antiszociális emberek mennyisége. Mert a szociális emberek nem vállalták a vezetői pozíciókat. De az emberek miatt. Na most nekünk, hála Istennek, itt szerencsés helyzetünk van a PPA-ban, mert itt nincsenek antiszociális emberek. De hogyha valaki bekerül, akkor hamar kikerül. Jó? Ráadásul ugye itt többen is értünk hozzá, hogy hogy lehet őket megtalálni. Jó? És illetve sokan értünk hozzá, inkább azt mondanám. No szóval, tehát ugye azzal van gond, hogyha valaki szociális ember, és a környezetében van antiszociális. Ami azt jelenti, hogy akkor, amikor kommunikál az antiszociális emberrel, akkor ő is úgy működik, mintha antiszociális lenne. Tehát itt van a probléma, és ezért ugye, ha körülnéztek a saját világotokban, akkor azt látjátok, hogy rengeteg elnyomoskodó ember van. Rengeteg olyan ember van, akit más nem érdekel, csak a saját érdeke. Oké, és figyelmen kívül hagyja a többség érdekét. Tehát egy szociális ember figyelembe veszi a többség érdekét. Jó? És ha megnézed, már évtizedek óta érdekes módon a kisebbséget fölé helyezik a többségnek. Tehát a kisebbségnek hát egyre több területen már több joga van, mint a többségben. Na most, akik ilyen szabályokat hoznak, hogy ez így legyen, bárhol, bármilyen területen, az biztos, hogy az nem szociális ember. Mert a szociális ember az mindig figyel arra, hogy a többség érdeke érvényesüljön. Nyilván akkor nem, hogyha ő is elnyomást kap. Ha egy szociális ember elnyomást kap, nem érdekli a többség érdeke, csak a saját érdeke. Jó? Tehát úgy működik, mintha ő is elnyomó lenne. Illetve az is olyankor. Szóval, a világunk tele van helytelen működésű emberekkel, és ha a szociális emberek
nem tanulják meg azt, hogy mi a helyes működés, és nem tanulják meg azt, hogy hogyan ismerjék fel a saját környezetükben az antiszociális embereket, akkor ez a világ, ez össze fog omolni, és megyünk a süllyesztőbe. De szó szerint értsétek. Tehát még egyszer mondom, az antiszociális emberektől függ a világ sorsa, akkor ennek a világnak a sorsa meg van pecsételve. Ami azt jelenti, hogy a halál a vég. Azt mondanád, hogy így is a halál, meg úgy is. Jó, csak nem mindegy, hogy mondjuk elpusztul az egész emberiség mondjuk egy pillanat alatt, vagy pedig normális halálban meghalnak az emberek. Oké? Hát egyáltalán nem mindegy. Tehát nagyon érdekes, mert az antiszociális embernek a fejében még az sincs, hogyha ő mindenkit kiírt a környezetébe, akkor vele mi lesz? Tehát eszébe nem jut ilyen. Eszébe nem jut. Akkor vele mi lesz? Na most ugye is az a fő probléma, hogy vannak a szociális emberek, akiket befolyásolnak az antiszociális emberek, természetesen rossz irányba, és ezáltal a szociális ember, mikor antiszociális ember befolyásol alatt áll, akkor ugyanúgy működik, mint az antiszociális, abban a tekintetben is, hogy az antiszociális nem akar olyan dolgokat tanulni, hogy ő megváltozzon. Ő pont jó úgy, ahogy van. Egyébként mindenki hülye, de ő pont jó úgy, ahogy van. És az antiszociális, illetve a szociális ember ugyanígy kezd el működni. Nem akar tanulni, nem akar fejlődni, nem akar változni, nem akar jobbá válni, nem akarja, gondolatban akarja, de tenni nem akar azért, hogy az élete jobbá váljon. Tehát az antiszociális emberek jó része más baján örül. Érted? Tehát örül. És ha egy szociális ember kapcsolatban van egy antiszociális emberrel, akkor ő is úgy működik, mint az antiszociális. Más baján örül. Érted? Tehát egy épelmélyű ember az nem örül más baján. Gondoljátok végig. Jó? Tehát az ilyen embereknek, akiket úgy hívjuk, hogy antiszociális, az elméjük az egy kicsit meg van bombolva. Tehát nem normálisan működik az elméjük, érted? Tehát nem úgy működik, mint a többi embernek. Szóval, tehát menjünk vissza egy kicsit a múltba, jó? Tehát a múltunk nem a mi múltunk, hanem az emberiség múltja. Egy kicsit gondolkodunk, és megnézünk régi felvételeket, mondjuk fényképeket. Akkor azt látod, hogy a 60-as években még a munkába is öltönnyakkendőbe mentek az emberek, a férfiak. Tehát a nők is nagyon jól öltözöttek voltak, gyönyörű frizurákkal. És nem a fényképhez készültek. Jó? Ha megnézel filmfelvételeket a civil emberekről, akkor ott is ezt tökéletesen látni. Ugye akkor még nem videók voltak, hanem filmfelvevők. De az is csak ugye kevés embernek. Szóval, azt látod, hogy na most, akkor nézzük tovább. Van nekünk egy olyan képzésünk, hogy hangulatjavító kocs. Ugye az előző, az elnyomás, az az elnyomás feloldó kocs. Kócs, elnyomás feloldó kócs. A kócs azt jelenti, szó szerint, hogy edző, de a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát egy kócs, amikor dolgozik, akkor képes arra, hogy kihozza egy másik szeméből a legjobbat és a legtöbbet. Szóval,
mert egy olyan tudással rendelkezik az emberekkel kapcsolatban. Szóval, amikor a hangulatjavító coachképzésünk volt, akkor tanultuk azt, hogy milyen hangulatokhoz milyen tulajdonságok párosulnak. Emlékeztek? És ez úgy működik, ha visszaemlékeztek, hogy amikor egy ember jó hangulatú, akkor ez meglátszik rajta. De nem csak úgy nyilvánul meg, hogy vidám, mosolygós, hanem úgy is, hogy jól öltözött. Ad magára, ahogy ezt mondták régen. Tehát ad magára. Tehát régen azt mondták, ha valaki nem volt jól öltözött, nem adsz magadra. Most már nem így van. Most már az a divat, hogy rosszul öltözött legyen. Minél rosszabbul öltözött vagy, annál jobban követed a divatot. Nevetséges. Na most, azt mondja, hogy én ötön nyakkendővel kezdtem el járni 90-es évek elején. Sőt, nem, előbb. A 80-as évek végén, vége felé. Tehát már olyan 88-89-ben már öltön nyakkendőt használtam. Jó? Na most. Tehát, hogyha például volt nekem egy anyám, aki nem ment úgy ki az utcára, és valahova elment, most nem utcát takarítani. Tehát ami azt jelenti, hogy volt előttünk, ugye, mit tudom én, egy füves rész, meg ha falajvelek odafújt, nyilván oda nem ünneplőbe ment ki. De arra figyelt, hogy a haja rendben legyen. Na, nem is ez a lényeg. De hát ő nem ment sehova úgy el, hogy nem volt jól öltözött. És nem engedte apámat sose el, úgy bárhova, hogy ne legyen apám jól öltözött. Oké? Nyilván nekem is mindig mondta, és rám szólt, ha nem ilyen voltam. No. Tehát nekem van egy ilyen családi indítatásom. De nem is ez a lényeg. Tehát mivel én üzlettel kezdtem el foglalkozni 87-tel, az üzleti életben kötelező volt a legalább ilyen megjelenés. Oké? Na most. Azóta én nekem ez, ha elmegyek otthonról, akkor így nézek ki. Max annyi, hogy mit tudom én, mondjuk nem szövetnadrág van rajtam, hanem bászom. Jó? Tehát annyi a különbség, maximum. Na most, azóta én megfigyeltem, hogyha én így bárhova elmegyek, bárkitől, bármilyen tevékenységbe sokkal több tiszteletet kapok, mintha úgy nézek ki, mint egy Pangyula Gyuri. Oké. Okay. Ahogy mindig ezt nekem anyám mondta, hogy ne néz ki úgy, mint Pangyula Gyuri. Nem tudom, ő hogy nézett ki. Annak idején a Pangyula Gyuri, fogalmam nincs, de úgy mindig elképzeltem gyerekként, hogy milyen csúnyán nézhetett ki az a Pangyula Gyuri. Szóval, lényeg az, hogy mit tudom én, olyan is volt, hogy két kocsival beálltunk tankolni, én így, a másik meg sima utcai öltözék, mai utcai öltözék. Kihez ment oda rögtön a kutas? Nem hozzá. Érted, ha nem hozzá. Tehát én bárhova bemegyek így, nekem előre köszönnek. Lehet, hogy ezt valaki nem szereti. Nekem ez jó érzés. Érted? És jó érzés volt, mióta világ a világ. Tehát, hogy nem egy senkinek néznek, hanem egy valakinek néznek. Érted? Hát lehet, hogy szereti valaki, hogy senkinek nézik. Hát az az ő dolga. Én egy olyan neveltetést kaptam, aki szereti, hogyha valakinek nézik. Jó? De mondom, abból kifolyólag, hogy a 80-as években én már üzlettel foglalkoztam, ezáltal nekem ez természetes dolog. És hát ugye a hangulatjavító coachban tanuljuk azt, hogy minél jobb hangulatú valaki, annál jobban figyel a saját megjelenésére, öltözködésére. Tehát annál jobban öltözött.
tehát annál jobban öltözött. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál hanyagabb az öltözködése. Annál jobban nem törődik azzal, hogy hogy néz ki. Jó? Tehát ez egy alap dolog. De és ezt megnézitek, ez tökéletesen így van. Tehát régen megnézed, akkor ez azt jelenti, hogy sokkal jobb hangulatúak voltak az emberek, mert sokkal többet adtak az öltözködésükre, mint manapság. Tehát régen nem láttál olyat, hogy valaki elmegy mondjuk egy orvoshoz, és akkor nem jól öltözött. Tehát ha valaki elment orvoshoz, akkor nekem például anyám azt mondta, hogy ha orvoshoz megyek, vedd föl az ünneplő ruhádat. Oké? Az ünneplő. Az ünneplő ruha, az pedig nem a hagyományos viselet. És ez régen természetes volt. Most elmész orvoshoz, és a nők még úgy, ahogy megpróbálnak jól öltözni, a férfiak azok valami csapnivaló, érted? Na most, én azt is tanultam, hogy az öt, jó, ez egy etikett protokoll képzés volt, hogy a jól öltözöttséggel megtiszteljük a környezetünket. Milyen környezetünket? Nyilván az emberekről van szó. Nem az állatokat, a növényeket, meg a tárgyakat tiszteled meg a jól öltözöttségeddel, hanem az embereket tiszteled meg. Tehát nyilván például én vezető vagyok. Nekem alap dolog, hogyha én vezető vagyok, akkor az embereket megtiszteljem azzal, hogy én adok magamra. Oké? A jól öltözöttségemben. Természetesen. Jó, és hát vannak emberek, akik olyan hangulatban vannak, hogy ez számukra furcsa, vagy esetleg irritáló, mert nem ehhez szoktak. Tehát nem ehhez szoktak. Tehát azért én megkérdezném a hölgyeket, hogy számotokra egy férfi, hogy néz ki jobban? Ha öltöny nyakkendőben van, vagy ilyen pacuha ruhában? Hát ez egyértelmű, hogy öltöny nyakkendő, nem? Tehát a férfinak az egy elegáns működés az öltöny nyakkendő. Nekem volt egy régi ismerősöm, aki egyébként flegmatikus volt, és a flegmatikus az az öltözékére a leghanyagabb. Oké? Okay? Ugye négyféle vérmérséklet van, abból az egyik a flegmatikus. És mondom, az öltözködésére az a legkevésbé adó ember. És ugye 95-ben ismertem meg, és tudod, mit mondott annak idején? Azt, hogy így csinált a nyakkendőjével. Ez hozza a pénzt. Érted? Ezt mondta. Jó, tehát ez úgy bennem maradt a múltban. Szóval, egy olyan világban élünk, ahol az emberek, tudjátok, mi a legnagyobb probléma? Nem tudják, hogy mit nem tudnak. Ez a legnagyobb probléma. Tehát azt gondolják, hogy az, amit csinálnak, ahogy élnek, az a normális. Miért gondolják ezt? Mert a többiek is úgy élnek. Valószínűleg a szüleik is úgy éltek, érted? A legtöbb embernél. És azt gondolják, hogy az a fajta életvitel, amit folytatnak, az teljesen normális. Az a normális. És ha abból a fajta életvitelből valaki kilóg, pozitív értelemben természetesen, hát az nem normális. Tehát szó szerint az nem normális. Tehát azt gondolják, hogy az nem normális. De most én azért megkérdezném ugye az embereket, akár tőletek is, hogy
Hogy melyik a jobb? Ha az ember jól érzi magát a bőrében, vagy hogy úgy érzi magát, mint az átlag ember. Melyik a jó? Melyik a jobb? Hát az a jó, hogyha az ember jól érzi magát a bőrében, nem? Hát az átlag emberek alapvetően nem érzik jól magukat a bőrükben. Hát mit csinál az átlag ember? Hát itt van 10 életterület. Nézzük ezt a 10 életterületet. Hol van? Itt van. Itt van a 10 életterület. Az átlag ember nem bízik önmagában. Nincs önbizalma. Az átlag ember átlagosan él. Milyen az átlagosan élő ember? Az azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy máró hónapra él. Máró hónapra. Oké? Az átlag ember neki igazából nincs 3 évnyi tartaléka. Nincs. Mit jelent a 3 évnyi tartalék? Hogyha 3 évig egy forintot nem keresel, akkor is ugyanolyan életszínvonalon meg tudja élni. 3 éven keresztül. Érted? Az átlagember nem így él. Az átlagember az nem hisz magában, nem hisz a jövőjében. Érted? Nem hisz abban, hogy önmagától jobb lesz. Azt gondolja az átlagember, hogy majd kívülről jobb lesz. Tehát nem tőle függ az, hogy jobb lesz, hanem az másoktól és a körülményektől függ, hogy jobb legyen. Az átlagember így működik. Az átlagembernek párkapcsolati gondjai vannak. Az átlagembernek szülőkkel gondjaik vannak. Az átlagembernek a gyerekeikkel gondjaik vannak. Az átlagembereknek másokkal gondjaik vannak. Más emberekkel. Nem a barátaikkal, főnökével, kollégájával, stb. Érted? Mit tudom én, a miniszterelnökkel, akárkivel gondja van. Érted? Más emberekkel. Az átlagembereknek a munkájukkal gondjaik vannak. Az átlagembereknek a pénzükkel gondjuk van. Nincs elég pénzük. Az átlagembereknek a környezetüket rosszul értelmezik. A környezetükkel gondjuk van. Az átlagembereknek lehet, hogy nincs hatóságukkal gondjuk. De ha lenne gondjuk, nem tudják magukat megvédeni a hatóságokkal szemben. Az átlagemberek. Az átlagembereknek nincsenek kommunikációs viszonyban az Istenükkel az átlagemberek. Nincsenek. Tehát még egyszer mondom, nincsenek kommunikációs viszonyban az Istenükkel. Tehát ami azt jelenti, hogy nincsenek jó viszonyban. Tehát te azzal tudsz jó viszonyban lenni, akivel jó kommunikációban vagy, nem? Ide tartozik. Tehát más emberekkel akkor vagy jó viszonyban, ha jó kommunikációban vagy velük. Isteneddel, mivel az egy értelmes lény, vele is kommunikációs viszonyban kellene lenni. Tehát ezzel sincsenek jó viszonyban. Na most, miért akarnék én átlagember lenni? Ha bolond lennék, ha átlagember lennék. Érted? Én ezeken a területeken én boldogulni akarok, és boldogulok. Oké? És fogok is. Nem csak boldogulok. Boldogultam, boldogulok, és boldogulni fogok. Oké? Miért? Mert ezeket én teszek, hogy működjenek nálam. Érted? És jól működjenek. És nem csak azért teszek, hogy jól működjek, hanem azért is teszek, hogyha más is szeretne jól működni, akkor ők is tudjanak jól működni. Átadjam ezekkel kapcsolatban a tudásomat,
tapasztalatomat. Érted? Én azért is teszek, hogy mások is boldoguljanak ezeken a területeken. Az antiszociális embernek eszébe nem jut tenni azért, hogy más boldoguljon. Ha mondjuk egy igen magas vezetői beosztásba kerül egy antiszociális ember mondjuk, egy állam élére, akkor megnézheti magát a nép. Szó szerint. Oké? Szóval, egy érdekes világban élünk. Gondolkozzatok el rajta. Hova jutunk, ha nem ismeritek fel az antiszociális embereket szociális emberként? És hagyjátok, hogy uralkodjanak rajtatok az antiszociális emberek. Hova jutunk? Katasztrófába. Érted? De szó szerint értsd. Szó szerint értsd. Hát mondok példát, jó? Ahol diktatúrák voltak, diktatúrák, megnézed, az összes diktatúra katasztrófába torkollott. Szó szerint. Mondok erre is példát. Magyarország, jó? A háború idején, a második világháború idején diktatúránk volt. Ugye Horthy a háború miatt létrehozott egy diktatúrát. Mibe fajult? Szálasi lett a legvége. Oké? Okay? Annak a diktatúrának a vége a Szálasi lett, a Szálasi időszak. Brutál elnyomással. Oké? Okay? Nézzük tovább. Rákosi. Diktátor volt? Persze. Hova jutott? Mi lett a vége az ő működésének? Nyilván már nem ő volt akkor, amikor a 56-os forradalom volt, hanem Gerő. De mibe torkollott az egész? Terrorba torkollott az egész. Gondold végig. Az 56 után mi volt? Terror. Gondoljátok végig. Az volt a diktatúrának a befejezése, érted? A terror. Ezt most azért mondom, mert ezeket mind elnyomók csinálták. Vagy, ha nem elnyomó volt, mint például Horthy nem elnyomó volt, de Hitler az volt. És ugye Hitler nyomására csinálta azokat a dolgokat, amit csinált Horthy. Érted? Tehát az elnyomó elnyomta az ország akkori vezetőjét, és az meg elnyomta a népet. Világos ez? Vagy az nem volt elég elnyomás, hogy meghalt a Donon 200 ezer magyar katona? Érted? Az elég nagy elnyomás volt, hogy oda kivezényelte a katonákat. És meghalt 200 ezer ember. Szóval, gondoljátok végig, minden elnyomói működésnek a vége az brutál. Érted? Az brutális. Az emberek tömegesen halnak meg. Az a vége. És ha egy világuralom lenne ezen a bolygón, ami diktatórikus alapokra épülne, és diktatúra lenne, annak a vége, az azt jelenti, hogy mivel világuralom, akkor a világ pusztulna el. Ha egy országban van, akkor az országban halnak meg tömegesen. Annak hatására, hogy egy diktátor működik. Érted? Németországban Hitler hatására hány német halt meg? Milliók. Nem a többieket mondom, a saját népéről beszélek. Több millió német halt meg Hitler miatt. Érted? De Horthy miatt is, aki nem volt elnyomó, csak elnyomott. Aki úgy viselkedett, mint egy elnyomó. Érted? Az ő hatására is meghalt egy millió fölötti magyar. Érted?
Tehát, ha megnézed, az elnyomók ilyen hatást keltenek a világban. És ha a Földön lehetne diktatúra, vagy az EU-ban lesz diktatúra, merre törekednek, hogy az EU-ban diktatúra legyen? Érted? Efelé megyünk. Akkor itt tömegesen fognak hullani az emberek, mint a legyek. Az a végkifejlet. Tehát az összes diktatúra, az gyakorlatilag úgy szűnt meg, hogy az emberek közben odáig, hogy megszűnt, milliók haltak meg. És mindegyik, megnézed, ugyanez volt Kínában, Mao alatt. Most ugyanez van valamilyen szinten Észak-Koreában. Mindenütt, ahol diktatúra van, például diktatúra volt Kambodzsában, Vöröskmer, milliók haltak meg. Érted? Tehát hagyjuk, hogy az elnyomók hatalomra kerüljenek, hagyjuk, hogy diktatúrát működtessenek az elnyomók. És milliók, tízmilliók egy föld esetén milliárdok halnak meg. Világos ez? Csak hogy tiszta és világos legyen, hogy ez hogy működik. Jó? És ugye mi azért tanulunk, hogy ezeken a területeken boldoguljunk. És ha boldogulsz, akkor mersz vállalni pozíciót. Érted? Mersz felvállalni pozíciót, mert boldogulsz ezeken a területeken. Hogy tud az ember pozícióba kerülni bárhol, ha ezeken a területeken nem boldogul, és állandó problémával küzd, akkor úgy kezd el működni, mint egy elnyomó. Mert ugye akkor bejön ez a kettes típusú elnyomottság. Ahol a kettes típusú elnyomott nem tud jól működni a jelenben, mert állandóan a múlt elnyomására emlékszik. Érted? És úgy működik, hogy be van kattamba. Tehát a szociális embereknek kellene vezetni, nem az antiszociálisoknak, mert annak nem lesz jó vége. Nem is volt eddig soha. Nem tudsz egy olyan példát mondani, aminek jó vége lett volna. Sztálin elnyomó volt. Hány millió orosz halt meg miatta? Sok-sok millió, érted? Nem tudsz egy diktátort mondani, aki miatt nem milliók haltak meg. Ha kis országról volt szó, akkor százezek. Lásd már át. És magadtól tudsz fejlődni? Ki van csuka? Én még nem láttam embert, aki magától tudott volna fejlődni. Nem tud. A környezete visszahúzza. Nem tud. Tehát ha egy ember fejlődik egy környezetben, az összes többi húzza vissza. Tehát az úgy működik, hogy egy környezetben minél többen kezdenek el fejlődni, akkor nem lesznek olyanok, akik visszahúzzák. Érted? Én tudok olyat, itt, aki itt tanul, már vezetők, el is szokták ezt mondani, hogy régen a családból egyetlen egy ember se tanult itt náluk, és húzták őket vissza, hülyének nézték, érted? Most, mikor a család jó része itt tanul, már nem így van. Már nem nézik őket hülyének. Tudjátok, milyen jó az, amikor mondjuk van egy 6 tagú család, az nem olyan nagy, és mindenki itt tanul. A fős családból, érted? És nem lett senki beleerőszakolva, hanem maguktól. Szóval, a világot mi alakítjuk, de nem az elnyomóknak kellene alakítani, hanem a szociális embereknek. No? És ha te szociális ember vagy, akkor bizony neked fejlődnöd kellene. És azt keresheted, hogy hol tudsz fejlődni rajtunk kívül.
Hol tudsz ennyi tudást kapni? Sehol. Várunk szeretettel, hogy milyen feltételekkel a háziasszonyunk, mindjárt beszél róla. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a rendkívül érdekes, érdekfeszítő előadást. Én életem legjobb döntésének tartom a mai napig, több mint 8 éve tanulok itt, a 9. évemet kezdtem, mai napig a legjobb döntésnek tartom, hogy én ide kerülhettem, rám talált a PPH. Próbálom az életemben alkalmazni ezeket a tudásokat, és mindenki másnak is azt tudom ajánlani, hogy reklámozzatok, szervezzetek, ennek a tudásnak minden emberhez el kell jutnia, aztán majd az ő döntésük lesz, hogy mit kezdenek vele. Ez a mai előadásban tényleg benne volt, ha az elnyomók kerekednek felül, akkor a szociális ember, ha kevesen vagyunk, nem tudunk tenni semmit. Szociális emberek visszahúzzák az embereket, de olyan szintig, hogy a hangulat, ugye Szedlacsik Miklós említette a hangulat javító coach képzésünket is, tehát az emberek, ha szomorúak, nem jól érzik magukat a bőrükben, a 10 életterülettel sem tudnak bánni. Ha önmagunkkal nem tudunk bánni, egyik életterülettel sem tudunk bánni, tehát annyira összefügg itt minden mindennel, Szedlacsik Miklós minden előadásában ezeket elmondja. Sajnos ezekben egy-egy óra hosszág nem fér bele, de aki folyamatosan hallgatja, gyönyörű szépen ki lehet venni, amire tanít bennünket, megfogadni és úgy élni, és nem véletlen az öltözék, hogy említi Szedlacsik Miklós. Tényleg, ahogy érezzük magunkat. A másik dolog, ha Szedlacsik Miklós megtisztel minket minden alkalommal, hogy fölveszi az öltönynyakkendő, mi miért nem tiszteljük meg őt? Akár itt a heti találkozón, akár a szemináriumon. A régi öregek valóban tudták azt, hogy nekem azt tanította az édesanyám, ő 1930-ban született, még él és dolgozik, hogy úgy nézzek ki, ha kilépek az utcára, mintha skatujából húztak volna ki. Ő még lóbálta a parazsas vasalót, mi négyen vagyunk testvérek, és vasalatlanul nem léphettünk ki az utcára. Melegítőben sem, munkásruhában sem. És nem tanult etikettet sehol, és nem tanult ilyen dolgokat. Tartották azokat az ősi hagyományokat, hogy a megfelelő helyre a megfelelő öltözék. És ez ennyire egyszerű. És én ezeket tartom, a csapattagjaim tudják, hogy én mindenkinek azt mondom, inkább legyél túlöltözött, mint alul. És akkor már nem tudják lenézni, nem tudják lehozni. Nem az öltözék a legfontosabb. De hozzátartozik az életünkhöz, és hogyha nem tiszteljük a másik embert, akkor önmagunkat. Én nagyon kitartóan itt tanulok, és a csapattagoknál, a csapatnak is köszönhetem, hogy olyan jellegű tükröt tartanak, de azok az emberek is, akikkel a szervezés során írunk, beszélgetünk, részigazságokból teljes egészet akarnak összeállítani, és valóban nem látnak a komfortzónájukon túl, nekik csak rosszabb ne legyen, és akkor ők tökéletes emberek, tudják, hogy mit, hogyan kell, sőt, engem is akarnak megtanítani. Hát szépen megszoktam nekik köszönni, és hát majd az ő sorsuk alakul, ahogy én tudom, hogy mit akarok, merre megyünk, megkapjuk a hogyant hozzá, és a miértjeinkre a választ. Mert hiába tudunk dolgokat, hiába próbálunk evickélni bárhol. Tudás nélkül lehetetlen. Eddig is ez volt a baj, hát ezért titkolták előlünk ezt a tudást, hogy ezt tudják velünk művelni, és mindenki hallott már Szedlacsik Miklósról, a georgiai kövekről, lehet, hogy a köveket már fölrobbantották, de maga a hatalomterve az él, működik, és sajnos lassan befejezik. Tehát nagyon gyorsan kellene nagyon sok pozitív, magas rezgésű embernek lenni, hogy meg tudjuk csinálni az aranykort két okból. Mert ha nem lesz aranykor, Szedlacsik Miklós mindig elmondja, ránk robbantják a bolygót. Jó, az alkalmasakat kimentik. Azokat az alkalmasakat, akik magas rezgést el tudták érni, és alkalmassá tették magukat. Vagy
megyünk a levesbe. Tehát muszáj megcsinálnunk, ezt vállalta a lelkünk. Ezeket a proféciákat is szokta Szedlacsik Miklós emlegetni. Meg kell találnunk egymást, ébrenlévőknek felkészülni az eltitkolt tudással, felkészíteni sok embert és összefogni. De még ez is kevés, tehát a szeretet és összefogás is kevés. Meg kell tanulnunk együttműködni, mert anélkül nem lesz semmi. Tehát mindenki a kis családjával élhet otthon, lehet, hogy még boldog is, de ha nem tanul meg együttműködni másokkal, megint csak semmi nem lesz. Nem is húznám tovább a szót. Én nagyon örülök, hogy ide kerülhettem. Én már rengeteg sok évtizedet tanulok, nagyon sok mindent, nagyon sok jó dolgot, de egyedül Szedlacsik Miklós, aki képes a hétköznapi tudást, a spirituális tudást, honnan jöttünk, hová megyünk, miért jöttünk, mit kell tennünk, és az eltitkolt tudást, a teremtői üzeneteket, égi üzeneteket egyedül csak ő képes közvetíteni ma itt a bolygón élő emberként. Amit én nagyon hálásan köszönök, és én azt mondtam, hogy 8 év fölkészüléshez nem 8 év kell, lehet, hogy még Szedlacsik Miklós által emlegetett 9 is kevés, ugye a számaink miatt minden élethelyzetet meg kell élni, de ha csak ennyit kell tenni, és ez nagy idézőjelben a csak, akkor tegyük meg. És én még mindig azt látom, minél többet tudok, annál jobban látom, hogy még mennyi mindent nem tudok. És örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek. Nagyon szépen köszönöm Szedlacsik Miklósnak a rengeteg tanítást és személyes segítséget, és mindezt egy olyan összegér, ami mindenki által megfizethető. Minden szerdán és vasárnap van képzésünk. Megadott időpontokban ennek utána tudtok nézni. Az első hónap csak 19.700 forint. 30 óra tudásért, ez a tudás örökre a tiéd, elmentheted. Ez óránként 660 forintra jön ki, hát nevetséges összeg. Az összes többi hónap csak 12.500 forint. Hát erről nem nyilatkozom, én milyen összegnek tartom, ugye én nagyon sokat tanultam, én nagyon sok 100.000 forintot kifizettem, nagy örömmel. Ezt ugyanígy örömmel teszem. És akkor még, hogy a hab legyen a tetején, Szedlacsik Miklós nem a pénzért tanít, ennek a befizetett tandíjaknak a 76%-át visszaossza azoknak az embereknek, akik hajlandók szólni másoknak, én még mindig nem szervezésnek tekintem. Kutya kötelessége mindenkivel tudatni, hogy van ez a hely. És akik már olyan szintre felfejlődtek, hogy képesek embereket vezetni, mennek és csatlakoznak hozzájuk, azok visszakapják jutalék formájában, hogy ne kelljen bármilyen munkahelyen a túlélésükért dolgozni, legyen biztosítva a megélhetésük. És ez itt egy olyan tökéletes rendszer, hogy ha valaki még tud nekem ilyet mutatni, akkor átcsatlakozom oda. Nagyon szépen köszönjük még egyszer ezt az előadást, és az összes többit is. Nagy szeretettel várunk mindenkit, tényleg nagyon megfizethető ez a tandíj. Aki nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, attól elköszönünk. Ha megteheted, próbáld ki, lehetőleg 3 hónapra, mert akkor lesz rálátásod arra, hogy mit is csinálunk. Személyes részvételed egy alkalommal lehetséges személyesen jogosult személlyel belenézni a kócsképzésünkbe is. Így betekintést nyerthet, a szünet után a következő kócsképzésünk lesz, még mindig az egészségteremtő, mert a legfontosabb az egészség, ha az van, minden van. És most 30 perc szünet következik.